talán az embereknek a kert gondozásában az egyik legfontosabb az előkertnek a kinézete, mert mindig, amikor belép valaki, akkor egyből azt látja meg, azt nézi meg, hogy hú, de szép valakinek az előkertje. Most itt egy egész nagy átalakulást látunk. Milyen munkafolyamatok indultak el itt? Először is volt a kert végében kettő hatalmas, nagy, előregedett, elgombásodott beteg, egy elvúdi ciprus, és azt hiszem egy smaragdtuja, de majd ezt a képeken fogják látni, annak a kivágásával kezdtünk. Utána itt a cél az, hogy a lejlandinak az ültes, tehát a lejlandi sövénysornak az ültetésével egyrészt a zajszűrés, másrészt a porszűrés, illetve hogy ne lássanak be, mert itt nagyon nagy azért a gyalogos forgalom. Egy teljesen szép, tehát ez egy elhanyagolt, öreg, régi előkert volt, és most az a cél, hogy egy fiatalossá, egy lendületessé, egy szépé tudjuk ezt varázsolni. Na szóval itt egy régi sziklakert volt, amit széllyel bombáztunk, benne maradt a cukorsüvegfenyő, és kettő harangvirágocska, amihez a gazda ragaszkodott, őket megtartottuk, és ezért a teljes dombot nem tudtuk leszűkíteni, lealacsonyítani. Én úgy gondoltam, tehát ez egy látványos rész az udvarnak, itt jövünk be, azért előkert. Bárki bejön hozzánk, ezt a kertrészt fogja legelőször szemügyre venni. Tehát ennek látványosnak, mutatósnak kell lennie, én úgy gondolom. Illetve mondom, a sövényt azért ültettük, hogy ne lássanak be az utcán lévő járókerők. A térkő kialakítás az a ti munkátokhoz tartozik? Igen, erről akartam beszélni. Én úgy gondoltam, mivel a háznak a színe narancsos és pirosas árnyalatú, ezért az az ötletem támad, hogy ezzel a két színvilággal megpróbálok játszani a kertbe is. Ehhez egy térkő ívesen lerakását választottam én, mert ezt egy nagyon mutatós megoldásnak találom. Egyébként elég jól sikerült az ív kialakítása is, és a két oldalt két különböző mulcsal fogjuk leszórni, egy narancssárgával és egy pirossal. Ez látszem, látványnak nagyon jó lesz, illetve a ház színéhez menni fog. A múltkori adásunkban borovi fenyőkérget használtunk a föld eltakarásának a céljából. Egy enyhe savanyúságot fog adni a föld ben élő növényeknek, ami segíti a tehát a növényeknek a fejlődését, míg ez a színezett dekorkéreg, ez csak látványt fog biztosítani, semmilyen tápanyaggal nem fogja ellátni a növényeket. Látunk rengetegféle cserepes, fás, bokros, lágyszárú növényt. Minden ide fog kerülni, ide az előkertbe? Nagyon sok ide fog kerülni, de vannak egynyári növények, tehát egynyári virágok, amit egy hátsó kis csúnya terület eltakarását fogjuk, tehát ott lebontjuk azt a kis csúnya kis kerítés melletti sávot, és azt oda fogjuk beültetni. Ide csak évelő növényeket szeretnék ültetni, hogy ne kelljen minden évbe felújítani ezt a kertet. Választottam egy nagyon szép, különleges növényt, a kriptomériát. Ő lesz a kertnek a legnagyobb dísze, őt szolitár növényként ide a sarokba fogom beültetni. Nagyon szép növény, örökzöld, bár gomba ellen kell őt is permetezni, mert hajlamos gombásodásra, de úgy beszéltük meg a gazdával, hogy folyamatos kertfenntartó is leszek, tehát innestől kezdve ezt a problémát meg fogom oldani. De különböző növényeket fogunk ide beültetni. Lesznek hortenziáink, ami természetesen savanyú, illetve rododendron, áfonya és magnólia földbe fogunk ültetni. Ezt savanyú földnek nevezzük. Másabb a pH értéke, mint az általános virágföldnek, ami itt található mellette. Mindig oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő minőségű földbe ültessük el a növényeinket. Tehát lesz hortenzia beültetve, ez egy árnyékos rész. A hortenziáról tudni kell, hogy árnyék kedvelő növény, akkor kivéve a bugás hortenzia, tehát még ezt azért hozzátesszük, a bugás hortenziának kúp alakú a virágzata, nagyon szép színezetben kaphatóak, ide vegyesen lesz többfajta hortenzia, míg a hagyományos hortenzia, a labdavirágú, úgy hívják, városiasan, falusiasan, az árnyéktűrő. Sok vizet igényel a hortenzia, de gyönyörű, szép, nagy virágzata van. Sok-sok színben létezik, fehér,
kék, rózsaszín, sötét rózsaszín, most már kapható ilyen fantázia névvel, hogy purple pink, tehát enyhe lilás rózsaszínes szegéllyel, tehát ide egy hortenziák lesznek beültetve, lesz egy-két levendula beültetve. Teljesen rám bízták végül is a növény színválasztását, de nem akartam túl elsárgítani, vagy elpirosítani, mert azért tehát valami emelkedjen ki a sárga és piros réteg közül, tehát mind a falszín, mind a kérekszín sárga-piros, tehát ezért választottam a más színeket. Nagyon szép kasvirágjaim lesznek, echinácziák, egyébként ő belőle gyógynövények is, teát lehet a főzetükből készíteni, enyhén kesernyés ízű a tea, de nagyon jó a gyógyhatása, rózsaszínes virágai vannak, totál bírják a tűző napot, évelő növények. Nagyon szép egyébként és hosszantartó virágzata van, a virágját vázavirágként is lehet használni, tehát amikor elég szépre megnőtt kinyílt, le kell metszeni, be kell vinni vázába, és bent egy hétig is gyönyörködhetünk ezekben a virágokban, mert tényleg nagyon szépek. Mellette, illetve a kasvirágnak a levendula lesz a társnövénye. Kettő fajta levendulám van. Egyik, ez a magyar levendula, ez a tihanyi levendulának is nevezett levendula, ő már most virágzik, és az angol levendula, de egyébként a színezetén is fogjuk látni, hogy nem így, nem tudom mennyire látszódik, hogy nem együttetű, sokkal ezüstösebb árnyalatú a levélzete, és a virágzata is egy picit eltér a magyar levenduláétól. Aztán tűzesőket fogok ültetni, heukérákat. Nagyon szép, nagyra meg tud nőni a lombozata, nagyon szép a színezete. Ezekből a tűzesőkből 5-6, de lehet, hogy 20 féle színváltozat is létezik. A zöld, a sárga, a barna, az például úgy néz ki mindig, mintha egy őszi lomb színe lenne, de nagyon szép foltja tud lenni a kertnek. Én ebből ezt a bordós, a háttér, tehát a szimfonáka a levélnek is nagyon szép, én őt választottam. Ő neki egyébként egy ilyen rózsaszínes, kiugró virágzata lesz, amit szintén a heukérával együtt, tehát a kasvirággal együtt vázába el lehet majd helyezni. Tehát ő neki és ő neki a virágzata. Nagyon szép lesz majd nyáron, bent a konyhaasztalunkon. Aztán, amiről már beszéltem, a hortenziák. Ez egy sötét rózsaszín lesz. Ő egy halvány rózsaszín, és van valahol még, amit nem hoztam ide, egy fehér színezetű. Tehát ők lesznek, ő a hagyományos tányér hortenziáink lesznek, és ami egy különlegesség, és itt már is látszódik, hogy a kertészetből hogy hoztuk el, egy juhar van mellette, amit természetesen ki fogunk gazolni, mert avval nem fogjuk beültetni. Ő egy futó hortenzia lesz. Őt én már láttam élőbe sziklakertben elültetve, de most tudtam először beszerezni úgy, hogy én kertbe be fogjam ültetni. Ez a föld felett fog elfutni, egy olyan, tehát inkább kúszó hortenziának nevezném, mint futónak, egy olyan 40 cm-rel, és amit én láttam, ez egy ilyen másfél méteres átmérőjű volt, 15-20 centis virágai voltak, nagyon szép, de ő neki nem labda, hanem ilyen bodzavirágszerű virágzata volt, amit én láttam. Akkor a hagyományos hosztalilium, árnyéklilium, fehér virága van, ő belőle egy árnyékos részen nagyon-nagyon szép színvarázslatot ki lehet alakítani, mert van belőle fehér, foltos, kék levelű, sok-sok változata van. Aztán egy liriópe, magyarul nem jut eszembe, úgyhogy nem tudom sajnos mondani, őt tűzőnapra ki lehet rakni, ő egy lila virágzatú, és őt is a kertészetből úgy adták ide, hogy gyomnövény van mellette, amit már azonnal írtunk is. Felismeritek, hogy mi ez? Parlagfű, így van. Tehát őt azonnal írtjuk is, sajnos a növényeknek az ültetőföldjébe is bele tud kerülni a gyomnövény, tehát ezeket ki kell írtani. Aztán ő egy örökzöld mirtuszlonc, ő terülő növényként fogom a cukorsüveg mögé beültetni, hogy azt a dombocskát eltakarja. Egy hortenziánk,
ő már a bugás hortenzia, vanilfree fajta, ő egy kúpos virágzatú lesz. Egyébként ő sokkal magasabbra nő meg, mint a hagyományos hortenziák. Azok átlagban egy ilyen 1 méter magasságig megnőhetnek, míg a bugás hortenziák akár a 2 méter magasságot is el tudják érni. Nagyon hosszan tartó virágzata van, és nagyon szép színekben kaphatóak. Ami újdonság, és nem túl sokan ismerik, az az azálea. Vagy úgy ismerjük, mint szobanövényt. Virágboltokban lehet kapni, nagyon szép virágzata van, általában nőnap körül szokott virágozni, és mindenki hazaviszi, de az a szobanövény, tehát az nem télálló, míg ez a fajta egy örökzöld, télálló azálea. Általában anyák napja körül szokott virágozni, ő már elvirágzott az idén, jövőre fog virágozni, lassú növekedésű, nincsen vele semmi gond, kiültetik, savanyú földet igényel, tehát savanyú földbe kell ültetni, ugyanúgy, mint a hortenziákat, és utána nagyon szépen el fog bokrosodni, terülni, nem kell metszeni, betegségre nem hajlamos, tehát mondom, a savanyú föld és a víz az, ami fontos számára, illetve spíreaféléket fogok beültetni még ebbe a kis kertbe, de a hátsó részére van egy kis zanótom, őt felismeritek esetleg, hogy mit szoktunk belecsinálni. Nem. Hasonlít rá. Ő belőle szoktuk télen a grincsfát csinálni. Tisztikus névre hallgat. Nagyon szép virágzata van. Ő egyébként egy bordó virágzatú. Itt a képen nem tudom, hogy mennyire lehet esetleg látni, de van citromsárga, hófehér virágzatú is, és ő belőle lesz a grincsfa karácsonyra. A karácsony ünnepsorozatra, illetve itt az én nagy kedvencem, csillagfürtvirág, tűzőnapos, a kiültetett növényeknek 10-12 virág tölcsére is szokott lenni, ami akár 60-70 cm magasra is meg tud nőni a virágtölcsér. Létezik belőle fehér, halvány rózsaszín, pink, kék szín árnyalat is, nagyon kedves, nagyon szép. Ki kell ültetni, és meg kell locsolni. Télire teljesen visszafagy, kihagy, betegségekre nem hajlamos, nagyon jó növény, nagyon szeretjük, igazi kerthez nem értő barátnövény, hogy így fogalmazzam. És itt a fotinia lesz látható, ő egy picike kis növény, fotinia redrubinia, a koralberkenye. Na szóval, a hajtás végei pirosak, fehér virágzata van, egyébként most van virágban, ő jó sövényként is nevelhető, az előbb már beszéltünk róla, de itt kettőt fogok egybeültetni, két ilyen kis picikét, és folyamatos nyírással egy gömböt fogok kialakítani, ez pedig itt lesz a két lejlandinak a közébe, tehát egy ilyen kis piros szintfoltot fogok beleépíteni, mert valószínűleg, még ezt nem tudom, de valószínűleg a belső része lesz a narancssárga, és akkor a piros szintfolt nagyon jól fog benne kinézni. És ha minden növényt be fogunk ültetni, egyébként oda van letéve egy japán juhar, egy acser, ott a cukorsüveg és a másik fenyő között, a gazda szerette volna, de szerintem ez a kert nem fogja megbírni ezt a fát, picike ez az előkert ehhez, mert ő egy nem nagyra növő fa, csak sok növényt szeretne, sok-sok növény, tehát az volt a kérés, hogy sok növény választék legyen. De túl sem ültethetjük a kertet, ha bárki otthon előkertet csinál, mert túl fog burjánozni. 2-3 év múlva akkor egy ősvirágtenger lesz az előkertünkből, és nem az, ami a cél, hogy egy látványos, dekoratív kerté fejlesztjük, növesszük a növényeinket.
Na szóval itt a hátsó kertben ezt a régi sziklakertet felbontjuk, és egy síklapos kertet fogunk csinálni, egy egynyári virágáradattal, vegyes színekben. Illetve még kettő dolog van, amin gondolkozott a gazda, hogy ültessünk-e ide is hátra esetleg hortenziát, vagy nem. Amit elől nem láthattunk, itt egy cserj és fehér virágú hortenzia van, ez is egy olyan másfél méter magasra növő fajta, de neki nagyon lágy szára van, tehát az előtt, amit bent elől az első kertben néztünk, azok fásabb szárúak, őnek is sokkal lágyabb a szára. A virágfeje viszont hatalmas nagy lesz, tényleg akkora lesz, mint egy focilabda, és őt egy enyhén támasztani kell, mert a virágfej méret, illetve amit elől mutattam, a két kis virágot, itt hátul is van kettő, mert a házigazda beleszeretett, egy rózsaszín, és egy lila színben van a csillagfürtő, most kezd el virágozni, de minden más egy nyári növény. Elől itt láthatjuk a cellóziát, kakastaréj virágot. Nagyon szép a színezete, a virága, hogyha kivesszük, egy ilyen kellemesen sejmes, mint a bársony, nagyon szeretem megsimogatni, mert annyira puha, annyira kedves a virágzata. Mellette kettőszínű mézvirágot fogunk látni, a sötét lilát és a halvány rózsaszínű. Ő szépen elterül, akár egy 30 cm-es kis átmérője is lehet. Mellette egy gyönyörű, szép, ő egy új virág, a bakopának a helyettesítője lesz, Szalovix. Nagyon szép, erős növekedési egysége van, fehér és lila színben láttam én még, de majd biztos jön be új színekbe is. Én most a fehéret választottam ebbe a kertbe. Szakleírása alapján akár 30 cm-es növekedése is lehet, és nagyon szaporan, nagyon szépen elterjed, nagyon jól bírja a nyári szárazságot. Mögötte látható az Impatiens New Guinea, ez egy tűzőnapra is rakható pistikeféle virág, tehát nyári pistikének szokták nevezni. Nagyon szép, nagy virágzata van, és ontja magából egész nyáron a virágot. Nagyon szeretem, de ő belőle is van egy több szín. Fehér, pink és a halvány lila van itt nálunk. Akkor tátogót hoztam, egy pár darabot. A hagyományos tátika virág, mindenki ismeri, elszórja a magját, és ezáltal évelővé is tud válni. Tehát elszórja a magját, ki kell, és ezáltal jövő évre is fog az udvarunkon lenni. Büdöskét hoztam, a hagyományos tagétesz, a jó öreg tagétesz büdöske, többfajta színben létezik, citromsárga, narancssárga, és a kis elbújó bársonyvirágunk, a büdöske. Violát választottam még a kertre, ő az illatos viola. Hát kár, hogy így képen keresztül illatanyagot nem tudok adni. Mesés, édes, mézes illata van, nagyon kellemes, több színben kapható. Én ide a sötét lila színt választottam, mert az Impatiens New Guinea köré fogom ezt csoportosítani, és akkor a szép, illetve a mézvirágokkal nagyon szép lila összhatást fognak kelteni. Kertiszegfűt hoztam még ide, ami szintén nagyon szép, egész nyáron jól virágzik. A sárga dáliát választottam, és ugye a körömvirágot. A körömvirágnak ez már nem a hagyományos változata, hanem ezek már picit hibrid magokból alakultak ki. Nagyon szép a színezete, nagyon szép az erezete. Természetesen ugyanolyan gyógynövénynek minősül ez a körömvirág is, mint a régi, hagyományos magyar körömvirágunk, a narancssárga színű.